Kedves gyerekek, kedves szereplők! Hát mégis itt a vége, Tusárnéle, ahogy a meséket illik befejezni. Elkészült a közel egy éve megálmodott zenés-táncos mesejátékunk a Ludasati. Csodának számít ez a mai világban, ahol 16 kis kamasz felvállalja, hogy a mesehősök bőrébe bújva megmenteti tanárait, osztálytársait, szüleit, barátait. Keményen dolgoztak. A hosszúra nyúlott próbák után késő estig tanultak, de a legnagyobb csoda mégis az az út, mely megváltoztatta őket. Kellett egy cél, de ahogy haladtuk előre, beláttuk, hogy időnként szükségünk van egy-egy megállóra. Egy kicsit játszani, kirándulni, táborozni, vagy mozizni. Sok élményhez jutottunk a próbák alatt. Volt benne sírás, reménytelenség, én ezt nem tudom megcsinálni, kijelentés, de nagyon sok nevetés, öröm és lelkesedés is. Olyan képességeket és érzéseket hoztunk ki magunkból, amikről addig nem is tudtunk. Bizony, amikor már túl voltunk a szövegtanuláson, és a színészkedésnek jött el az ideje, feltettük a kérdést, hogy vajon tetszeni akarok én másoknak, vagy inkább saját magamat fogom adni. Bízok benne, hogy ez az utóbbi sikerült. A siker számunkra az, hogy elkészült, annak ellenére, hogy nem láttuk előre az út csapdáit. Az első hónapokban a megfelelő szereplők becserkészése, meggyőzése, lelkesítése, majd a sok szövegtanulás, töprengés, hogy egy-egy ötletet hogyan tegyünk életszerűvé, érthetővé a nagy érdemű számára. Mindenkit meghallgattunk, az ötleteket kipróbáltuk, vagy beépítettük, vagy elvetettük. Ezáltal tanultuk alázatot és elfogadást. Van még mit csiszolgatnunk a művészi teljesítményünkön, de a legfontosabb megtörtént, hogy egy csapattá kovácsolódtunk. Életművennek tekintem, mert még soha ekkora feladatra nem vállalkoztam. A táncosokkal együtt 42 gyermekkel kezdtük. Kezdő rendezőként, a gyerekek kezdő színész palántaként csak is ösztönből dolgoztunk. Ennek ellenére mindent megkaptam hozzá jó Istentől, helyiséget, támogatást, bíztatást, aranyos háttérmunkásokat és a legfontosabbakat, ezeket az aranyos gyerekeket. Minden hibájával és bájával együtt a miénk, úgy, ahogy az lehetőségeink és képességeink megengedték. Ezek a gyerekek gazdagították saját életüket, és remélhetőleg majd a végén azt fogják mondani, hogy az önökét, a tiéteket is, kedves nézőink. Nagyon hálás vagyok a két kis táncos csoportomnak és a szülőknek, hogy a betéttáncokkal színesebbé tehettük a mesét. A szülőket is kihangsúlyoznám, hiszen a gyerekek az ő biztatásuk nélkül sokan nem jártak volna ilyen lelkesen a próbákra. Külön köszönet érte. A kis libáink az aprócskák lesznek, a szilasi, laki óvodások és az első osztályosok. Ők nyitották meg a legkedvesebb táncukkal az estét, bár nem illik a tánc a mi darabunkhoz, de nagyon szeretik. A huncutkáim boszorkányok lesznek a mesében. Feltehetik a kérdés jogosan, hogyan kerülnek boszik ebbe a mesébe. Majd meglátják, a mesében minden csoda belefér, mert itt történnek a csodák. Elszakítják a fátlakat, új képességeket fedeznek fel, és mindent megváltoztatnak. Így visznek tovább bennünket az úton, hogy tovább tudjunk álmodni és járni. Fogadják sok szeretettel a Boncák színpad előadásában a Ludas Matyit. Nagyon jó szórakozást kívánni!
kérem, nézzék végig! Látható lesz sok-sok csoda! Bácsi, s néni! Lányok, gyerekek, minnyájátok, csuda jó lesz! Szegény édesapának, ha ezt látnám, biztosan jól ellátná a bajodat. Jaj, te mondtad.
mondtam már én ezt az itthon üldögélést. Hát nem megmondtam, hogy mit csinálj. Nem arról beszélek, hanem hogy világot akarok látni. Világot! Minden vasárnap kérem a szentek közbenjárását, de hiába! Ugyan menjen már édesanyám! Hiába beszélek neked, ugye? Az ennek az üres fejednek az egyik üledembe, a másikon meg ki. Jaj, Matyikám, édes jó fiacskám! Nem lesz ennek jó vége. Nem, ha sokáig itt maradok. No, hát hova akarsz menni? Hát, világgá! Világgá! Elhallgass! Bologom már tettél te gyerek? Hát hova menném? Ahol sok a látnivaló, meg az ember. Elhallgass, és ne azt mondd el hozzá azonnal! Lorduljatok! Édes jó Isten! Édes jó Istenem! Mátyás, igaza van édesanyának. Nem kellene már csinálni valamit. Mert tudod, hogy nagy átfalóban. Aki nem dolgozik, az ne esetik. Igazod van, tényleg csinálni kéne valamit. Megmutam már én ezt a házat. Embereket akarok látni, bordékát, hogy üsgés! Hát akkor üsgésünk dövön felé! Na! Na, úrdulj! Te, Matyi? Van te neked pénzed? Hát és ez minek neked? Hogy várjék valami, vásárt el temében. Tudod, hogy emlékezünk, hogy ilyen két jó barát, ilyen nagy kirándulásra indultunk? Na és van te neked valami épkézláb ötleted, hogy hogyan szerezzünk pénzt? Arra gondoltam, előadtak meg valamit a vásárba. Jaj, majd előadlak én téged. Jó pénzt kap neked, ilyen jó fejlek hibáért. Te nem tennéljek, Matyikám. Neked aranyban van a kicsi szívem. Ne hízelek, hanem fejezd be, amit elkezdtél. Na szóval arra gondoltam, előadhatnánk valamit a vásárba. Olyan, mint a medvetáncoltatók. Na, és honnan szerezzünk medvét? Na és én semmi vagyok te neked. Te akarsz táncolni? Ezzel a két rúddal, paddal? Igen, táncolni és énekelni. Na halljuk te primadonna. Még azt mondják, ez se szép, az se szép. Kapaják vagyok, mint a elég! Még azt mondják, ez se szép, az se szép. A szekére kereket,
szép magyarok, hogyha oda akarok. Tessék, jöjjön közelebb! Ilyen szép kézi munkát sehol nem látott még a világon. A tulajdon két kezemmel festettem ki. Azt hiszem, mindenki a te gyönyörű szarvédőidet szeretné megvásárolni. Ugyan jaj, de inkább csak ne is beszélj a kis mézes kalácsaidat. Már rég kimentek a múltiból. Miről beszélsz te? Jó napot kívánok! Valami szép, különleges dolgot szeretném. Tessék csak, tessék! Van itt minden. Van itt szívalapú. Nem. Akkor madár. Akkor ló. Nem az, amire gondoltam. Miért? Mire gondolt? Nem el. Hányan parancsol a fiatalember? Tessék, vigye ezt a kettőt. De... nekem nincs pénzem. Hogy jöhetél el pénzélkül? Csóró! Tessék, tessék, jó portéka! Ennek szintlen maradéka! Asszonyok, asszonyok! Gatya madzag, vékony madzag, pödrö madzag, vastag madzag, sárga madzag, fehér madzag. Nem dicsérem, de jól megmérem, aki nem vesz odébb álljon. Hogy a szomszéd is jól lásson? Tessék, tessék, vegyenek! A szekélyre kereket! A fazékra fedelek! A sonkához megkötelek! Kalácsokat sittem, ha már ide jöttem! Tessék, tessék, jó portéka! Gatya harcok, füzős fű! Erre kapható, egy kézős kert akarok! Na, drága, bát, köt, meg kocsma! Csapja a libám a markomba! Istenem, Galiba, annyi szép holmi van itt, hogy a lányokról már nincs beszéljünk. Nekünk meg egy vasunk sincs. Egyet sem búcsolom, Atikám. Ha én dalra fakadom, mindjárt leszek alapot pénzzel. Nota! Kérem, kérem, vásár a pénz! Yeah.
szépen a tanítás! Én, uram, a leckét köszönöm! De azért rója fel kendet a kapu férfájára, hogy háromszor, háromszor fizeti ezt vissza, kedden ludasmat! Az igazságos örvény, úgy használja fel a fél.
pontosabban 4-5 év, tanulásból untig elég, mert matyinkekként cselekedett, tanult, figyelt, igyekezett, körülnézett, körüllátott, bejárta a fél világot, kitanulta volna 4 év, ácsoknak a mesterségét, fur, para, furfangol, külhoni, de nem angol, hazatért, én most itt van, helyszín Döbred, napjainkban! Janika, Pál úr! Sí, szóval ez nem itt a vincsitőnye, már a pizza kalotta! Az anyja! Frenetico ez neki nem jó? Miért nem lenni jó? Már azt mondani én. Honnan jött figyelme? Én Itáliából, mert én jönni Itáliából. Nem érteni téged, tutti frutti idioti. Gondolom. Vigyázz, hogy ez az út. Én nem járok, én nem vasztó architektó. Ez itt lenni pedig Donna Signora Bianca Dacia! Amúgy jelent is vár úr. Amúgy mi állatban vannak erre? Döbrögi úr épülő palotája felé? Vidi Timo Excellencia Peresimo palota? Akarunk nézni, nagy, piccolo palotta épülik! Hún van palotta? Hát hún van, hát nem látsz semmi tűzsön? Értettem! Jani
Matikám, jól megkötözte ezt a gazembert? De magam! Köszönted a számulást? Akkor a gazember hallani közben valami tajrándallamot? Elolvaszt a liba! Matikám, nem szedted a liba! Felicsitám, ezt a szipermálom! S az uraság eltángálva, mint a féreg szorult volna fába. Vágyalmát ugyanhittél meg, jönnek mindenféle népek, de ennyi bizony egyik sem már, s az uraság kínját, baját nem hogy vennék, inkább adják, őket sorra kirabálják. A fájdalmát oly akkora, segítség már nem lesz soha. Helyszín, kastély, hálószoba! Hát akkor, a hívet tercsi! Idióta! Jártam alassan nagycsankosomnak, és erdő összes faját kinyitottuk. Hülyeketek! Hogy az a katona? Hallod, amit
férgelővel együtt, Dénán? Hogy értek lelkesként? Úgy tűnik, itt nincs szükség rá. Ha nem kell a segítségem, akkor a leszolgáljunk. És pár, azért kapjon már egy kis útra való? Mire gondolsz? Terhessem vele! A hátára? Ne aggódjon a szállókra, biztosan magát máskor. Mi vagyok, angyalok? Hogy is segítek a bajom? Jó van, banya! Csak siessen! Püstének szüntessük a baj. Tudja, szentem, én mindig azt mondtam, hogy az a legfontosabb, hogy elégítettük a bajnak, mert mikor már bentem én, akkor nem nagyon van segítség, de én segítek. Még akkor is, hisz most is azért vagyok, hogy Thank you.
Az ember úr,
bácsikám. Auf Wiedersehen! A bátyád csalót keresi a hajdúság, aki a külhali ácsmesternek, hogy orvos doktornak adja ki magát. Ezáltal becsapva a jámbor többregyűröságot, akit ráadásul két ízben is álláspángot valam. A keresett szemét öltözetét ábrázatás sűrűn váltogatja. Ezáltal megnehezítve a gazságszó, akik igazságszolgatás munkáját. Kérem, ha bárki bármit tud, az jelentse az ábi postagalamból. Én már másodszor vala, hogy az uraságnak van, ha olyasmit kapott, vagy így csapott. Már majdnem hívták a lapot, a gondolja papot, aki más, az ne is legyen a városban, mert beszedelem vár rá ottan. Aki nem gyanús, az is gyanús, pallér, doktor, vagy patikus, aki nem dolgozik, az nem hibázhat. Ludas Matyi, nem triplázhat! Jelentem Alással nagyságosulamnak, meghoztuk a füvet! Írjuk! Hogy az a katonák óriási haj van? Hogyan legyen meg a harmadik? Hallottad, Matyikám, beszélj el forog az életem, ugye te nem
hogyan történt az egész. Most az a fő, hogy kitaláljuk, hogyan legyen meg a harmadik. Kamacsi, azt hiszem, van egy ötletem. A múltkor is így kezdődött. Tudom, de nem lesz a borsány. Hagyjuk. Szerintem is. Kamacsi, találjunk ki valamit. Azon dolgozom. De már, Sanyi! Adjon Isten jó napot! Adjon az Isten! Hogy hívjam kendet? Magyarul Ferkó, becsületes nevem! Aztán miért neki kendet? Hát, aztán honnan jössz? Hát, a mögő! És hova jössz? A dolgom után! Hát, akkor nagyon hosszú után még előtte. Megkiszem én azt! Oszt! Mi újság ebben a nagy világban? Ismerek egy embert, aki már kétszer megfogott egy madarat, és most azon dolgozik, hogy hogyan fogja meg harmadszor. Hát, az nagy sok. Az ám. Aztán látom, hogy egy rossz gebér. Rossz gebér? Rossz gebér? Ennél szebben és gyorsabban, 9 vármelyében nem láttál még. Elérkezett az a kóra, a fenekem, 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 a
Bye.
Mindenkinek nagyon szép estét kívánok, még egyszer köszönöm.